Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás március 19-éig. Bizonyára feltűnt nektek, hogy az utóbbi napokban nem tettem fel videókat. Ennek az volt az oka, hogy beteg voltam. 3 nappal ezelőtt úgy hirtelen lázas lettem. 3 napon keresztül lázasan feküdtem az ágyban, nem tudtam felkelni, nem volt étvágyam, tehát rosszul éreztem magamat. Ma már kicsit könnyebb, mert a láz elmúlt, és úgy gondoltam, most elkészítem ezt a heti jóslást. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ez a férfi lehet a lelki társad, vagy utal a férfiakra. Az jó dolog, hogy ti egy vonalban vagytok, mert ez jelenti azt, hogy összetartoztuk, megvan a kapcsolat. Sőt, itt is látható, hogy van kapcsolat, és ez a kép is pontosan erre utal. Itt lesznek komoly beszélgetések a jövőről, és ez szerencsét hoz számodra. Mivel itt megjelenik az otthonod, az lehet egy látogatás részéről, vagy azt is jelentheti, hogy valami változik az otthonodban, és ez a gyermek utalhat a gyermekekre, vagy újdonságokra, egy új kezdetre. Vagy hogy valamit változtatsz az otthonodban. Ami még összefűz benneteket, ez az utazás. Ez lehet külföldi kapcsolat, vagy utazás, vagy egy lelki út, egy belső út. Az ő gondolataiban megjelenik ez a nyeremény, és ez a pénz. Ez lehet egy pénzügyi dolog, de azt is jelentheti, hogy értékes vagy számára. Itt szerencse lesz a szerelemben, ez az ő gondolata. De még kell várni arra, hogy ő ezt kimondja. Jelenleg nem érzi jól magát. Itt van a betegség, de ez a tolvaj eltávolítja ezt a betegséget. Utána lesz nála siker. Az is lehet, hogy valaki ellopott tőle valamit, és pontosan ez betegíti őt. Ami előtted látható, itt ez a két kép, ez egy ajándék és egy hosszú út. Ez jelenti a jövőt, egy közös út, egy hosszú út. Tehát azt is jelenti, hogy együtt maradtok. De azért légy óvatos, hiszen itt látható a félelem, egy szomorú hír, de egy hamis személy a háttérben. Lehet, hogy ez a hamis személy közöl veled valamit, ami téged elszomorít, sőt, az is lehet, hogy félelmeket vált ki belőled. De ő, ez a hamis nő, ezt tudatosan teszi, hiszen meg akar bántani téged, vagy el akar bizonytalanítani téged. Ő látja az eseményeket, tudja, hogy itt lesz egy utazás. Ez lehet egy közös életút is, és pontosan ezt szeretné megakadályozni. Ne légy olyan naív, mint egy kisgyermek, hanem figyelj oda, ki mit, hogyan közöl veled. Tehát légy óvatos. Ami kettőtöket illet, itt lesz nyeremény, de meg lesz a bizalom is. Ő ezt közli veled. Itt látható ez a nagy szerencse. A betegség, vagy ami őt betegíti, az elmúlik, hiszen a tolvaj ezt eltávolítja. Lesz siker, ajándék, és lesz egy közös jövő. A szerelmi élet területén ő elgondolkozik azon, hogyan tovább. Bízik benned, bízik ebben a szerelemben. De amíg ő ezt közli veled, még légy türelmes, mert ez nem a napokban fog történni.
és én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.